Szeptember 2-án délelőtt 10:30-kor ezen a helyen csaknem 500 ember indul meg és fut végig a sétáló utcán egészen a Jadrán épületéig, és onnan tovább bejárja ezt a csodaszép várost. A futam ezt követően halad majd a Gyúrogyákovics utcán, megkerüli a Szabadkai Városi Könyvtár épületét, majd a Rádigy Fivérek utcán jöhet egy gyorsabb tempó a harcosok sorakozója lakótelepig. A futók a városból a Rádigy Fivérek utcán keresztül elérkeznek a harcosok sorakozója lakótelepre, és itt az emlékparkban tesznek meg egy nagy kört, majd haladnak vissza a város felé. Visszatérve a városba, egy balkanyar következik, és hamarosan jön a fordulópont a Maxim Gorki úton, ahonnan a Strossmayer utcán át a zsinagóga és a múzeum szecessziós épületei között a sugárúton keresztül érkeznek meg a sétaerdőbe. A harcosok sorakozója lakóteleptől következik egy hosszabb út, amikor is a futók megérkeznek ide a szabadkai sétaerdőbe, Szabadka tüdejébe tulajdonképpen, és itt a futópályán tesznek meg egy kört. Innen vissza a sugárúton egészen a Jadrán épületéig, és következhet megint ugyanez a kör. A szabadkaiak tudnak az első szabadkai félmaratonról, örömmel veszik, hogy egy ilyen eseményre is sor kerül a városban, és nem igazán bosszankodnak az útlezárások miatt sem. Sajtó bitovajka u pogradu, jedna izuzetno dobra staza, interesantna, popularna za početnike i za profesionalce. Ja što znam da će biti. I to u gradu, 5 km je koliko znam trasa, pa će nekoliko puta da se trči. Naš planinarski klub je dobio poziv i naših 3 člana planinarskog kluba u Subotici učestvuju u tome. Mi uvijek pronađemo da nam nešto smeta, ne bi trebalo da je mladost i deca treba da bude lepo, zadovoljstvo. Treba da se veselimo i da uživamo, u životu. A szervezés a célegyenesbe érkezett. A versenyközpontot a hadsereg otthon épületében alakították ki. Oda várják a futókat. Za sad je sve u redu, radimo pun gaz, mnogo ljudi, velika organizacija. Vidimo se u subotu. A futóknak a Szabad Egyetem előtti parkolóban ingyenes parkolási lehetőséget biztosítottak. A verseny idején 10 és 14 óra között nehezebb lesz a városi közlekedés. A polgárok türelmére, megértésére számítanak a szervezők, és mindenkit szeretettel várnak, akár résztvevőként, akár szurkolóként szombaton, az első szabadkai félmaratonon.